Kiváló nap egy kis sakkpartira. Valóban. Úgy vélem, te kezdesz? Ó, igen. Tényleg, elnézést. Nem történt semmi.
furcsa érzésem van. Igen. Valami szorongatja a gyomrom. Mintha félnék valamitől. Na csak. Talán elfelejtettél valamit. Lehet. Nem tudom. Valamire tényleg nem emlékszem. Az a hézak, hogy arra sem emlékszem, hogy mire nem emlékszem. Próbálj meg gondolkozni. Lehet, hogy fontos. Lehet. És vagy te. Szóval erre nem emlékszel? Talán. Pedig nap mint nap találkozunk. Semmire sem emlékszem. Nem könnyű helyzet. Néha én is elfelejtek ezt-azt. Amnéziám lenne? Nem. Nem mondanám. Egyszerűbb lehet az ok. De nevezhetjük rövid átmeneti amnéziának is. Honnan tudod? Sok mindent tudok. De nap mint nap találkozunk. De mégis ki vagy? Nem is tudom ki vagy, és csak így sakkozgatunk. Előbb lépj. Te következel. Nos? Rugalom. Időnk, mint a tenger. Azért ne csapd össze. Nem tudhatod, mire megy ki a játék. Ezt hogy érted? Nem emlékszel semmire. Honnan tudod, hogy nem fogadtunk? Honnan tudod, hogy nem játszunk-e valamiért? Hát az nem lenne igazi fogadás. Miért nem? Nem lenne korrekt. Az élet sem korrekt. Egy egyszerű fogadást akkor is nehéz behajtani, ha a vesztes fél emlékszik rá. Hogy hajtanád be a nyereményt, már ha nyernél? Amikor arra sem emlékszem, hogy ki vagy. Megvannak az eszközei. Hát persze! Ki a franc vagy te? Valami hatalmas ember? Játszod itt az eszedet, talányokban beszélsz, és nem mondasz soha semmilyen konkrétumot. Nem vagyok ember. Túlvilági lény vagyok. Túlvilági mi? Viccelsz? Ez nevetséges. Bolond vagy? Netán valamilyen szellem lennél? Inkább démon. Ó. Akkor most félnem kéne. Túlvilági hatalmadnál fogva sok mindent tudhatsz. Vannak képességei. Régóta figyellek már. Hát... akkor nem csoda, hogy nem ismerlek. Nem csoda. De inkább... folytassuk a játékot. Te jössz.
Nem érdekel. Mire megy ki ez a játék? Tudod, mi különböztet meg minket, túlvilági lényeket, az emberektől? Tudod, mi tesz titeket olyan különlegessé? Nem tudom. Nem is csoda. Mivel, hogy alapjában véve ti emberek, egyáltalán nem vagytok különlegesek. Valamiért mégis azzá lettetek. Elmétek csak nem egyenlő a miénkkel. Velünk egyformán gondolkodtok, léteztek, de létetek nem végtelen. Képességeitek szerencsére korlátozottak velünk ellentétben. Viszont van lelketek. Akármennyire is lelketlennek tűntök. Értem. Hát erről van szó. Netán a lelkemre pályázol. Pontosan. És mit kezd egy magadfajta démon az én lelkemmel? Nekünk olyanok a lelkek, mintha nektek a földkerekség összes drogját koncentráltan beadnák. Tehát egyszerűen beadjátok magatoknak. Hát ez nem semmi. Tehát erre pályázik az összes démon? Egy jó kis tripre? Így is fogalmazhatunk. Hát abból nem eszel. Nincs más lehetőséged. Ó, dehogy is nincs. Egyszerűen nem játszom. A körülmények nem neked kedveznek. Nem. Téren és időn kívül vagy. Földi időben évezredekig elücsöröghetünk itt, míg te szépen lassan az enyém nem leszel. Nem értem. Te most élet és halál között lebegsz. Hogy? Nem haltam meg? Azt hittem... Rosszul hitted. Egy csónakban nevezünk habsikán. Micsoda? Te is kedveled a lebegést? Drogos vagy te is, mint minden télén. Nem. Nem, nem! Otthon fekszel kómában, belőve. Csak most túladagoltad. Én nem vagyok drogos! De! És ezzel megadtad a lehetőséget, hogy a hatalmunkba kerítsünk. Ilyesmi ritkán fordul elő. Pedig az elmúlt 5000 évben a gonoszsággal és kegyetlenséggel együtt mi is elsokasodtunk. Ma már minden ember feje fölött egy démon ül, egy ilyen alkalomra várakozva. Ha ez bekövetkezik, akkor az nekünk olyan, mint valami csoda. Ritkán jutnak ide, a purgatóriumba emberek. Purgatórium? Ez lenne a purgatórium? Ez. Hát, nem ilyennek képzeltem. Úgy tudtam, hogy inkább a hibák kijavítására ad lehetőséget. Pontosan, az esélyed megvan. De arról nem szólnak a proféciák, hogy lehetőséged van rontani is. Hát az így nem fair! Az élet sem fair. Nem fair? Csak hogy ez már nem az élet! Az sem volt élet, amit oda átműveltél. Ahhoz semmi közöd. Jelenleg több közön van az életedhez, mint bárkinek valaha is volt. Nem hiszem el. Ez csak egy rossz álom. Megvárom az álmom végét, és te, ki démon, ördög, álomképecske, vagy bármi legyél, is eltűnsz örökre! Nem olyan egyszerű ez se. Végig kell játszanod a partit. Itt léted napjai a földön, egy-egy percet jelentenek csupán.
De én a helyedben nem húznám az időt. Abból neked már nincs sok hátra. Ez a köztes állapot nem tart örökké. Míg te félig a testedben, félig pedig itt vagy. A tested szép lassan feladja a küzdelmet, és meghalsz. Így feladod te is, és a lelked az enyém lesz. Ezek a szabályok. Te következel még mindig? Nem játszom tovább a hülye játékaidat! A körülmények nem neked kedveznek. Folytathatjuk. Te lépsz. Szóval, ha ezt a játszmát én nyerem, mi fog történni? Előről kezdhetsz mindent. Mi mindent? Az életedet. Pontosabban, az életedet attól a pillanattól kezdve, hogy elkezdted mérgezni és tönkretenni magadat. Hát akkor játszunk. Ez a beszéd. Hát akkor játszunk. Tudod, hol rontottad el? Rossz lépések sorozatát követted el mindig is. Nem gondolkodsz. Mindig a könnyű megoldást kihasználva próbálod elérni a céljaidat.
Ne zavarj! Nem csak saját lehetőségeidet érted fel, egy lányét is, akinek tönkretetted az életét, és egy anyáét, aki kitagadott. És mindezt persze élvezetekért. Örökre csak magadért. Most pedig csak azon töröd a fejed, hogy hogyan úszd meg. Kinek hiányzol már? Legfeljebb a dílerülnek. Nem érdekelnek a szurkálódó megjegyzéseid. Csak zavarni akarsz. Ezek tények. Törődj a saját tényeiddel, szemétláda! Miért kezdtél el drogozni? Nem is tudom. Sokat gondolkodtam. Kerestem az élet értelmét. Fiatalon szembesültem a tökéletlenségemmel. A nevelőapám mindig eszembe juttatta. Aztán szerencsére elhagyott minket. A rendszer nem tetszett. Rájöttem, hogy az ember önhibájából nem lehet szabad. És végigborzattam a metsző igazság minden következményét. Robotolunk, dolgozunk, adózunk. A pénz uralkodik. Az öröm elsikkad. Igazolványokat hordunk. Bizonytalan tekintélyek és elvárások lekötelezettjei és szolgái vagyunk. Mindenhonnan kamerák figyelnek, még az égből is. Az általad oly vágyott emberlelkek, magasabb horizont, a mindenséggel összehangzó értelem igénye nélkül élik le a rájuk kirótt 6 milliárd párhuzamos évszázadot. Öngyilkos is próbáltam lenni. Aztán úgy döntöttem, jobb, ha megismerem az élvezetek minden arcát. Befizettem az első adagra. Onnantól kezdve csapdába estem. Pedig a válasz végig ott volt előtted. A létnek nincs értelme. Csak létezés van. Keresni egy ilyen egyszerű kérdésre a választ értelmetlenség. Sosem értettük, hogy miért nem tudtok egyszerűen élni. Mi is szoktunk gonoszkodni. De csak szórakozásból. Egyébként tesszük a dolgokat. Élned kellett volna. Nem habzsolni az élvezeteket. Módjával belekóstolni mindenbe úgy, hogy az élvezeti cikkek éljenek érted, és ne te értük. A legtöbb fajtársad eléggé beleágyazódott az össztársadalmi szintre emelt szürke, agyatlan őrjöngésbe. Abban a rendszerben, amiben éltek. A legtöbben valóban képtelenek felismerni, mennyire nincsen emelkedettebb gondolatuk. Te megtanultad látni az összképet, felülkerekedtél a begyöpösödöttségen, és mégis a vesztedet szolgálod ezzel. Ahelyett, hogy az előnyödre fordítanád. Mire használhatnám? Ha nincs értelme az életnek, hogy lenne annak értelme, hogy ezt a képességet használjam? Ezt már tényleg csak a legfelsőbb hatalmak tudhatják. Minden esetre a lehetőséged megvan rá. Még mindig élsz, habár túllőtted magad. Itt ülsz téren és időn kívül, és bizonyíthatod az alkalmasságodat egy utolsó küzdelemben. Létednek talán mégis célja van. Talán neked kell változtatnod a világon.
Ez még sosem jutott eszembe. Addig, amíg valaki nem tud változtatni önmagán, a világon se tud sokat segíteni. Gyenge voltam hozzá? Nem volt bizonyos. Ez jó lecke lehet számodra. De neked? Mi hasznod a leckésztetésemből? Az élvezet. A lelkeddel egy magasabb spirituális szintre emelkedhetek. A felsőbb lények a magad fajták helytállásával próbálják mentegetni alkotásuk tökéletlenségét. Céljuk veled az, hogy megdicsőítsd őket. Ez nem könnyű feladat. Én csak annyit kérek. Jadd fel! És a lelked mellettünk lesz az utolsó napon. Miféle felsőbb lényekről beszélsz? Istenről? Ki az? Isten minden. Isten a jó, a rossz. A hiba, a hibátlanság. Te és én. Mindenható. Ha mindenható, akkor miért nem tudja előre, hogy én alkalmas vagyok-e a tervei megvalósítására? Senki sem tökéletes. Ő sem. Hiszen ő a mindenség. Biztos és bizonytalan is egyben, hogy te tökéletes lesz. Ha most nyersz, akkor sem kapsz bizonyosságot. Istent csak az egyház állítja be, fehéren ragyogó, tiszta fénynek. Ő is hibázhat. Telik csak rátok, emberekre nézni. Nagyon vicces. Úgyhogy ne azon gondolkodj, hogy mi a léted értelme, hanem azon, hogy mi a léted célja. Mert értelme szinte semminek sincs. Akkor most lépnem kellene. Ha gondolod. Fel is adhatod. Célom, hogy te ne az én lelkemmel döntsél új határokat. Célom, hogy a saját spirituális szintem növekedjen. Célom, hogy te megszűnj létezni. Ez nem egyszerűen a lélekről szól. Ez rólad és rólam szól. Rájöttem. Ha legyőzlek, újra kezdhetek mindent, és te, az én démonom, eltűnsz örökre. Minden álnokság és rossz indulat, minden rosszra sarkalló hajlam eltűnik az életemből. Minden rosszat csak is neked köszönhetek. Te, én vagyok. Te belőlem születtél. És mostanra elhatalmasodtál olyannyira, hogy egy szinten vagyunk végül. Most dől el, hogy mi lesz. Gyenge voltál, gyenge vagy most is. A lelked az enyém lesz. Az ember bukása Isten érdeme. Ez bizonyossá válik most is. Bizonyítsd! Mázli. Többre nem pedig te kis majomi vagyok. De figyelni kellene. A körülmények nem nekem kedveznek.
kezdesz unalmassá válni. Megdögleni. Mit remélsz? Játékszer vagy te is. Csak úgy, mint te. Mikor meséltél magatokról. Mikor szinte saját szavaimmal jellemeztek a világot, bizonyossá vált, hogy a részem vagy, mint mondtam is. Viszont nem mondtam, hogy arra is rájöttem, hogy tudatunk is majd, hogy nem egy. Mit tenni veled, hogy a királynővel és a bástyával akarnak végleg letörölni a tábláról. Őket kiütötte. A püspökök mégis legyőzték. A hit hatalma által. Célom, hogy elpusztul. Célom, akaratom érvényesítése, hogy ez a részem megszűnjön.
most nyersz, akkor sem kapsz bizonyosságot.